Az idősek napját és fennállásuk 30. évfordulóját ünnepelte a Városi Nyugdíjas Klub. A rendezvényen stábunk is részt vett. Az idősek napját, a 30 éves születésnapot és az Elmvilág napját is ünnepelte a Városi Nyugdíjas Klub. A műsor a Művészeti Iskola zenész növendékeinek a fellépésével kezdődött, majd Szalai Józsefné köszöntötte a vendégeket. Szeretném köszönteni a város részéről Nagy Sándor polgármester urat, Domonis János alpolgármester urat, Sülényei dr. Terecskei Erzsébet jegyzőasszonyt, dr. Kunstárpárné és Sándor Szidónia képviselőasszonyokat, Szombathelyi Árpád Sejben József képviselő urakat, és köszöntöm, kicsit később fog megérkezni majd Tóth Szabolcs képviselő úr is. Köszöntöm Antal Imre atyát, köszöntöm életet az éveknek nyugdíjas klubok Csongrád-Csanád megye egyesület elnökét, Szalai Antal urat és párját Dórát, köszöntöm Papné Guba Évát, Kisteleki általános iskola igazgatóját, valamint a Városvédő Egyesület elnökét, aki időként megengedi nekem, hogy a nála dolgozó férfi munkatársak egy kicsit besegítsenek. Köszöntöm Sándor falváról az Ősziképp Nyugdíjas Egyesületének tagjait, Siska Antal vezetésével, nem tudom, Anti eljött-e, akkor Izabella. És érte őket. Köszöntöm Csongrád Csanád megyei Napsugár otthonból Majsai Beatrixot, Töretné Nagy Mihály Irén, ők az intézmény vezető helyettesei, de úgy látom Kerepecki Magdolna nem érkezett meg, távollétében őt is köszöntöm. Köszöntöm a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat időskorú gondozóháza és nappali ellátása munkatársait Rácné Bukor Anita vezetésével és a megjelent klubtagokat. Köszöntöm Szatymazi Nyugdíjasok Egyesületét Dohány Tamásné vezetőjükkel. Köszöntöm zenészünket, Varga Lászlót. Köszöntöm Sándor Attilát, Kistelek járás portál létrehozóját, aki már megörökíti fotónkat. És köszöntöm a Kistelek TV képviselőjét is. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm kisteleki klubtagokat, akik nagy izgalommal készültek a mai napi rendezvényre is, hogy ez jól sikerüljön. Bízunk benne, hogy úgy is fog sikerülni. Ezután Nagy Sándor, Kistelepváros polgármestere folytatta. Még egyszer jó napot kívánok mindenkinek, és először is nagy tisztelettel megköszönöm a meghívást, amit, hogyha jó szívvel hívják az embert, el is szokott menni. Kedves kistelekiek, kedves vendégek, örömmel látom azt, hogy ismét jószerivel tele van a terem. Azt jelenti, hogy sok olyan ember van itt is, és azoknak olyan barátaik, akik Sándorfalváról, Szatymazról elmennek egymáshoz, és jószívvel vannak együtt. Én körülbelül 2 óra hosszával benéztem erre, és
azt hittem, hogy lemaradok a rendezvényről, hiszen itt legalább 10-20-an sűrögtek, de aztán láttam, hogy nem olyan nagy a baj, mert csak a pálinkát meg az unikumot töltik kifele. Meg is ijedtem, hogy előre isznak a medve bőrére, de úgy láttam, inkább csak előkészület volt. Kedves kistelekiek, kedves vendégek! A város nevében szeretettel köszöntöm Önöket a tegnapi napon lévő idősek világnapi alkalmából. Ez volt a hivatalos. A hivatalos után pedig az következik, hogy olyan jó látni, hogy évről évre Önök ezt komolyan veszik. Mi komolyan vesszük. És olyan jó látni azt a fajta készülődést, azt a fajta igyekezetet, sőt azt a fajta, idézelve főleg a hölgyeknek mondom, akik elmennek nagyrészt a fodrászhoz ilyenkor, a legszebb ruhájukat fölveszik, magyarul ünnepnek tekinti mindenki ezt a napot. Megtisztelik azzal egymást, önmagukat, hogy ünneplőbe öltöznek kívül belül, és valóban egy kicsit ünnepelni jövünk el. Idősek világnapja alkalmából akaratlanul eszünkbe jut, hogy ki az idős ember. Kiket ünnepelünk ilyenkor. Tudják, nagyon sokszor elmondtam már azt a személyes példát, amikor a 86 éves nagyapámat úgy köszöntötte a 97 éves Péter bácsi, hogy de jó neköd, Sándor, te még fiatal. Ezért én magam 63 éves vagyok, és jó Isten tudja, hogy mikor válunk időssé. Én azt gondolom, hogy időssé válni, főleg egy férfi életében, akkor történik, mikor ő lesz a legidősebb a családban. Mikor elveszti édesapját, édesanyját, és ő most már a megbízott családfő. Úgyhogy az idősek napja kettős. Egyrészt, mint én is tegnap kimentem szüleimhez a temetőbe, vittem egy csokor virágot, meg másik, mikor mi itt vagyunk, és annak örülünk, hogy még egészségben, békességben, szeretetben lehetünk egymásnak. Úgyhogy nincs más tennünk. Az, hogy örülni a mindennapoknak, szerintem ez egy fontos dolog. Mert az, aki kesereg, az előbb-utóbb megbetegszik. Ezért az, hogy itt azért hívtak el Marikáék bennünket, hogy itt mindenki ma jó érezze magát. Akár Sándorfalváról, Szatymazra jöttek, és még azt se tudják, hogyha jó berúgnak, hogy mennek haza. Minden meg fog oldódni, úgyhogy Isten hozott valamennyiünket, kisteleket. És azt kívánom, hogy ezen a szép napon, és szerintem panaszunk se lett, se az időre, semmire, sőt az asztalok is elég jól néznek ki, hogyha egy kicsit jobbra-balra még eltekint az ember. Érezzük, érezzék jó magukat. Majd végül Antal Imre plébános mondta el gondolatait. Tisztelt, szépkorú hölgyek és urak, kistelek város igen tisztelt előjárói vezetősége, szeretettel köszöntöm én is mindnyájukat. Amikor egy idős, 93 éves olasz bácsi fölgyógyult a koronavírus járványból, akkor a kórház dolgozói benyújtották neki a számlát. Amikor a bácsi ezt meglátta, sírva fakadt. Az orvos vigasztalni próbálta, és azt mondta neki, ne sírjon bácsi, hiszen lesz miből kifizetnie a számlát. És a bácsi válaszától az orvos is megdöbbent, hiszen a következőket válaszolta. Én nem a kifizetendő számla miatt sírok. Én azért sírok, mert 93 éven át ingyen szívtam Isten levegőjét. És most 500 eurót kell fizetnem azért, hogy használtam a kórházi lélegeztetőgépet. Most megértik, hogy mennyivel tartozok én az Istennek? És ezt én még soha nem köszöntem meg neki. Most, amikor
ilyen szép számmal összejöttünk, hogy az önök éveit megünnepeljük, akkor először is köszönetet mondunk a Jóistennek azért, hogy önöket mindez ideig megtartotta. Köszönetet mondunk mindazért, amit önök eddigi életük során megéltek. A jóért és a rosszért is egyaránt. Hiszen utólag visszatekintve az ember elmondhatja, hogy mindennek értelme van. A jónak is, és a rossznak is. Ugye, ahogy mondani szokták, ami nem öl meg, az megerősít. Örömmel figyeltem, ahogyan itt az ünnepség kezdetén önök figyelték ezeket a fiatal gyerekeket, akik szépen muzsikáltak. De még nagyobb örömmel látnám azt, ahogyan a gyerekek figyelik és hallgatják csillogó szemekkel az önök szívének a muzsikáját. Ilyet ritkábban látunk. Amikor a gyerekek odaülnek az idős nagyszüleik mellé, és szeretettel hallgatják őket. Eltanulják tőlük azt a bölcsességet, élettapasztalatot, életvezetést, amit önök megéltek, és amit önök magukban hordoznak. Az emberiségnek akkor van jövője, hogyha nem csak okos fiataljai, hanem bölcs öregjei is vannak. Én szívből örülök annak, hogy önök vannak. Örülök annak, hogy önök együtt vannak. Örülök annak, hogy önök igényét érzik annak, hogy találkozzanak, hogy kimozduljanak. Mindannyian tapasztaljuk, hogy sajnos ilyen fiatal közösségeket nem nagyon lehet látni. Valami beszippantotta őket. Talán az önök feladata az lehetne, hogy kiszippantsák őket onnan. Visszahozzák őket a való világba, a valóságos életbe. Ott, ahol az élet szép. Ott, ahol az élet talán megsebezhet bennünket, de ahol gyógyulást is találunk. Azon a világnapi alkalmából a művészeti iskolás növendékek folytatták a műsorukat, felléptek a Városi Nyugdíjas Klub versmondói, a klub énekkara, egy vidám jelenetet is előadtak a tagok, majd a Sándor Falvi Klub táncosainak fellépése zárta a műsorokat. A hármas ünnep jubileumi eseménye következett ezután, ugyanis 1993-ban volt a klub első alakulóülése, erre való visszaemlékezésként egy hatalmas tortával ünnepelt a klub. Míg Szalai Antal az életet az éveknek Csongrád-Csenád megyei szervezet elnöke szavakban és egy oklevéllel is felköszöntötte a klubot és annak tagjait. A polgármester urat, képviselőasszonyokat, képviselőrokat. Ez a nap tényleg egy, nem csak az időjárás kedvez nekünk, de egy nagyon kellemes, nagyon jó hangulatú, mosolygós találkozó. Abban a helyzetben vagyok, hogy minden előttem szóló valami olyat mondat, amit szerettem volna mindenképpen elmondani, vagy megemlíteni, és kicsit nehezé is tették, hogy ha most arról beszélek, akkor mi az igazi. Hát egy kicsit azért térünk vissza az ünnepnek az első része, az idősek világnapjához. Valóban polgármester úr oldotta meg legegyszerűbben, hivatalosan ENSZ határozat szerint október 1-je az idősek világnapja. És mindjárt az a pont, amit oda tett, azért nagyon jó, mert az elmúlt évek bizonyítják, igazolják, hogy nem egy nap ünnepeljük az időseket,
és ez nagyon jó dolog. És azt hiszem, hogy ezt ebbe a közösségbe, ezen a helyen is meg lehet köszönni az időseknek, azoknak a vezetőknek, akik ebbe segítenek. Ez az egyik, amit nagyon szerettem volna kihangsúlyozni. A másik az összetartozás. Hogy miért is van ez? Hát igen, szeretünk együtt lenni. Szeretünk örülni egymásnak, szeretünk örülni egymás örömének, és ezt, amikor látjuk egymáson, hogy mosolyognak, ez egy felszabadulás, ez egy könnyebbség. Atyától hallottam olyan más megközelítésből emberi gondolatokat, negatív, pozitív gondolatokat, ami szintén benne van ebbe a társadalomba, és akkor mi hol vagyunk, idősek? Hát itt vagyunk, örülünk annak, hogy itt vagyunk. Fákat ültettek Kisteleken az ország felsítási program keretein belül. Erről kérdeztük Domonis János, a polgármestert. Kisteleken is megvalósul az ország felsítási program, ezzel kapcsolatosan, hogy hol is kerülnek elhelyezésre a fák, és hogyan is ez a lehetőség Kisteleken. Kérdezzük Domonics János alpolgármestert, köszöntöm Önt, akkor beszéljünk is magáról, erről a programról, és hogy Kisteleken is hol lesznek elhelyezve. Én is szeretettel köszöntöm a Kisteleki TV nézőit. A Helyi Érték Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettel pályáztunk ezekre a fákra az országfásítási program keretében. Ez a program 10 000 fő alatti lakosságszámú települések számára van kiírva most már második ízben, és egy településre 30 fát lehet maximum igényelni. Nekünk most második ütemben 25-öt sikerült, az első körben két évvel ezelőtt pedig 30-at, úgyhogy így örömmel mondhatom, hogy most már 55 fával szépítjük Kisteleket. Ebben az évben a piac csarnok környezetét és a gimnázium melletti teret fogjuk szépíteni ezekből a támogatásból igényelt fákból. Legutóbb az önkormányzat udvarán és szintén a gimnázium udvarán tudtunk ültetni. A fásítás ezzel még nem ér majd véget. A hónap végén a velünk szemben álló református templom mellett, szintén a Helyi Érték Vidékfejlesztési Egyesületnek köszönhetően egy keresztes nagy antal teret építünk, és a hónap végén ott is 11 fával fogjuk még tovább szépíteni a környezetünket. A mostani program keretében a 25 fa úgy oszlik meg, hogy körülbelül fele-fel arányban kőris és juharfákat fogunk telepíteni. A rendőrség Minden Szentek és Halottak Napjához kapcsolódó tanácsait hallhatják. Kerülj el az áldozattá válást, fogadja meg a rendőrség Minden Szentek és Halottak Napjához kapcsolódó tanácsait. A közelgő Minden Szentek és Halottak Napja alkalmából egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Azonban nem mindenki ebből a célból érkezik a temetőbe. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ilyenkor gyakrabban fordulnak elő gépkocsi feltörések, kerékpárlopások a temető környezetében, illetve többször érintik, illetve többször történik, hogy a sírokról ellopják a virágot, koszorút vagy kegytárgyat, esetleg az őrizetlenül hagyott táskát. Ebben az időszakban zsúfoltabbak lehetnek a tömegközlekedési eszközök, ha különösen figyelni kell értékeink megóvására, a zseblopások elkerülésére. Bűnmegelőzési tanácsaink. A temetőben a táskáját és egyéb értékeit egyetlen pillanatra se hagyja őrizetlenül. Ne vigyen nagyobb összegű készpénzt, értéket magával, ne tartsa PIN kódját bankkártyájon mellett vagy arra felírva. Ha kerékpárral vagy gépjárművel érkezik, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegye igénybe. Járművét gondosan zárja le, be, értékét az utastérben, látható helyen ne hagyja. Ha tömegközlekedési eszközön utazik, értékeit a belső zsebében, táskáját test közelben tartsa, feltűnő ékszert ne hordjon látható helyen. Idős rokonait, szomszédjait kísérje el a temetőbe, így jobban tudnak egymás biztonságára, értékére vigyázni. Ebben az időszakban sokan autóval közelítik meg a temetőket. Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő. Ezért fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a közutakon, elsősorban a temető környékén és az oda vezető utakon. A rendőri jelenlét elsősorban a forgalom segítségére irányul, de természetesen a szabálytalan közlekedők ellen is fellépnek a kollégáink.
Baleset megelőzési tanácsaink: számítson a lassabb haladásra, legyen türelmesebb, kerülje a felesleges kockázatvállalást. Utazás előtt ellenőrizze a gépkocsi a műszaki állapotát. Minden esetben vegye figyelembe az időjárási, látási és útviszonyokat, és annak megfelelően válassza meg a sebességet. A gyalogosokra különösen figyeljen, mivel ők a közlekedés legvédetlenebb résztvevői. Rövidebbek a nappaluk, a sötét ruhában közlekedő gyalogosokat még nehezebb észrevenni. A szeretteinkről való megemlékezés méltóságának megőrzése érdekében kérjük, legyenek körültekintőek, vigyázzanak értékeikre, tartsák be a közúti előírásokat és tanúsítsanak türelmet a közlekedésben résztvevők iránt, hogy a hétvége valóban a kegyeletről és az élet tiszteletéről szóljon.